80 éves Halász Juditot köszöntöm, és szívesen mondanám, hogy Suba Kriszta kolléganőm mit mondott, mikor meglátott, de hát ez nem tűri a mikrofon ezeket a szavakat, de ránézett, és azt mondta, hogy uramisten, így néz ki egy 80 éves, és ezt jó értelemben gondolta, de szerencsére jól is vagy, és most már nincs is a gipsz a lábadon, mert figyelem a gyönyörű cipődet. Mi történt, hogy gipszel próbáltál, játszottál, mit csináltál ismét megint? Hegyet másztam. Hát jöttem lefelé a hegyről, Ausztriában, és egy kavics nem tűrte, hogy ráléptem, és arrébb kotródott, és vele a lábam is, és, de szép egyenesen, és rá tudtam még állni, lejönni a hegyről már nem tudtam, csak segítséggel, és aztán kiderült, hogy eltört. Nem akartam elhinni, mert rá tudtam állni, és nekem már volt törésem, arra nem lehet ráállni. Azt mondták, hogy jó, nem mozdult el, úgyhogy... És mit csináltál Ausztriában a hegyen? Hát az utolsó szabad napjaimat töltöttem a hazajövetel előtt, augusztus 20-a előtt, mert augusztus 19-én volt koncertem, és ott álltam, és azt én rettenetesen szégyellem, hogy abba, hogy le kelljen mondani olyan koncertet, ahol 4-5-6 éves gyerekek vannak, és hetek óta ígéri anyuka, apuka, hogy megyünk, és megnézzük, elmegyünk, meghallgatjuk, megnézzük, és akkor elhatároztam, hogy megpróbálom egy székről elénekelni, és megtenni azt, amit egyébként én ugra-bugra, jobbról, balról, táncikálva szoktam, és olyan helyes volt a közönség. Elmondtad a gyerekeknek, hogy mi történt? Hát először is be volt a lábam gipszelve egy nagyon szép enciánkék gipszel, és mondtam, hogy hoztam megmutatni az új csizmadivatot, de nem ajánlom, mert nem nagyon kényelmes, de én viszont csak ülve tudok énekelni, mert eltörtem a lábam, de nem fájt, tényleg nem fájt. És aztán ez az első koncert, ez olyan jó hangulatban telt, hogy a következő másik négyet is ugyanígy megcsináltam, sőt, egy előadást a színházban gipszel. És az pedig azért, mert azt mondták, a Bella figura ment, és azt mondta a Valló Peti és a Péter, a Rudolf Péter, hogy ez nagyon jó pofa, ez sokat hozzátesz még a humorhoz, és hogy jöjjek én csak a legközelebbi előadáson is gipszel, mert olyan nevetséges, hogy a mankóimmal turkálok mindenfelé, és hogy szeretnék, hogyha a továbbiakban gipszel játszanám. De akkor még most is gipszel játszod? Hát gipszel kellett volna a következő előadást is játszanom, de valami hiba történt a beszerzésben, és nem tudtak egy olyan anyagot beszerezni, ahol igazi gipszes, ami úgy nézett volna ki, mint egy igazi gipszes kötözés, és hát bekötöztük valahogy, de nem volt az igazi, majd legközelebb. Vajon te is azt érzed, amit én, hogy hát nagyon sok rosszaság van ebben az országban, tehát hogyha a Facebookra meg különböző ilyen komment helyek fölmész, akkor azért jön a gyalázat meg a rossz indulat. De ha az embernek valami baja van, és hát te is azért végigcsináltál egy-két dolgot az elmúlt években, most a gipsz előtt a betegséged, akkor viszont olyan jóság jön az ember felé, és olyan szolidaritás, és olyan együttérzés, hogy mégsem olyan rossz ez az ország, meg a benne élők. Hát, hála Istennek, itt van egy asztal, amin le tudom kopogni, én ezt nem érzem, hogy rossz lenne. Illetve tudom, meghallom, de én az én személyem felé nem éreztem eddig, hát lehet, hogy ezek után fogom, vagy nem, nem tudom. Nem, de... te nem szoktál véleményt írni a Facebookra, te nem is vagy egy nagy Facebookon. Nem, én egyáltalán, mondhatni, hogy jóformán egyáltalán nem igen, Facebookon. Igen, tehát ott jönnek ezek a jók és rosszak. Igen, de hát igen, csak az a baj, hogy nagyon eluralt minket az, ami nem kellene, hogy szóval a televízióban nem politikusokat kéne néznünk, hanem színészeket, előadókat, érdekes természeti jelenségeket, történeteket, és állandóan politikusokat nézünk, ezért az emberek azt gondolják, hogy a Gina Lollobrigida helyett a nem tudom melyik politikust kell nézni. Tehát ez most a rendszer, és kicsit ránk telepedett. És te hogy tudod kizárni, amit mondanak, hogy a politika már szeretném kizárni, de ott van a hálószobámban. Te hogy tudsz szembe menni ezzel? Hát olvasok, sokat olvasok, sok mindent olvasok, és
szembe menni? Hát hogy lehet szembe menni? Szembe menni nem tudok azzal, hogy bemegyek a boltba, és háromszor annyiba kerül minden, mint amennyibe került. Mondta, hogy kétszer. De nem tudom hányszor pontosan, de néha elképedek a zöldségesnél is, meg a húsosnál is, hogy te jó ég, ez mennyibe kerül. És azon is, hogy aki segít nekem, aki jön takarítani, az is azt mondja, hogy mostantól kezdve most már nem ennyi, hanem annyi, és körülbelül duplája, mint 10 évvel ezelőtt. És hát azt az ember azért megérzi, mert nálunk a színházban azért egyszer volt, azt hiszem 10 év alatt egy 20%-os emelés, vagy 20 év alatt, nem tudom, de hát a színház az nem emel annyit, mint amennyire növekednek. Szerintem egyik munkahely sem emel, azzal nyugtatgatják az embereket, hogy nem csökken, mert olyan is volt, amikor a pandémia alatt levették a fizetéseket. Most az a nyugodalom van, hogy legalább nem lesz kevesebb. Hát reméljük, igen. De a nézőkön ezt nem érzett, tehát a Vix Színházban nézők pont olyan lelkesek és teltházatok van? Hát nagyon sok sikerünk van, hála Istennek, és nem, a Vix Színházban nem érzem. Nekem most is ugyanúgy meg lesznek a karácsonyi koncertjeim, mint eddig. Már történelemmé vált. De nem érzem, hogy ne jönnének, és ne szeretnék azokat az előadásokat, amiket megnéznek. És vágynak az emberek a közösségre, vágynak az emberek a művészeti élményekre, vagy egyáltalán az együttlét élményére. Te emlékszel arra, 42-es vagy, hogy mondjuk a háború után szüleid jártak színházba, tehát volt egy olyan vágy, hogy végre túl vagyunk, hogy építsünk, nyissunk, hogy menjünk színházba, mert ott kapjuk a szépet. Én 7 éves korom óta emlékszem erre, 6 éves korom óta, és a szüleimnek volt bérletük a Nemzeti Színházba, és a Vidám Színpadra, ami akkor nagyon-nagyon jó volt, az a Vidám Színpad, ami a háború után. És én mentem, ja, és nekem volt bérletem az Úttörő és Ifjúsági Színházba. Szóval állandóan színházba jártunk, meg moziba. Abszolút, én úgy emlékszem, hogy az én családom legalábbis nagyon szeretett moziba, meg színházba járni, és igényelték azt, hogy elmehessenek. Hát én mostanság, mikor voltam moziban, akkor sajnos üres volt a mozi, de ez nem árt mozi volt, hanem ilyen nagy plázák. Igen. Nem is értem, hogy ott valami az ára lehetne szerintem sakkozni, hogy ha kicsit olcsóbb, akkor teltházas, hogy hadd menjenek, minél többen hadd nézzék. Ráadásul egy csomó magyar film jött ki, amit azért érdemes lenne. Igen, de nagyon sok más módja van annak, hogy megnézzenek egy-egy filmet. Noha szerintem a közösségi élmény az nagyobb, hogyha moziban nézik együtt. Én most jöttem haza, pont a születésem napján jöttem haza Kolozsvárról, ahol van egy filmfest teszt. Filmtett fest. Igen, ami egy nagyon progresszív és nagyon, nagyon szimpatikus filmfesztivál. Ez volt a 22. A Gazdag Gyula, a Rózsa János, a férjem, és én voltunk kint ezen az eseményen, és rettentő sok helyes, kedves és klassz emberrel ismerkedtünk meg, és vetítették a mi filmjeinket. És utána közönség találkozó volt, és tele voltak a mozik. Úgyhogy ez mennyire erős a közösségi élmény, én ezt ott is érzem, hogy 3 éves volt az unokám, amikor elvittem egy mesére a moziba. Mindent meg tud otthon nézni, de pont azt gondoltam, hogy hát menjünk már el egy moziba, és képzeld, senki nem volt. És elindult a film, és azt mondta a 3 éves gyerek, hogy akkor most menjünk haza, mert ez így nem jó. Tehát nem tudtam megfogalmazni, igen, hogy mi van, de érezte, hogy ez nem mozi, ahol egyedül ülünk, igen, egy teremben. Tehát... Igen, hát igen, ez így van. Szóval én úgy emlékszem rá, hogy akkor, amikor én gyerek voltam, mi rengeteget jártunk anyával moziba, anyukám néha azt mondta, hogy hű, én úgy mennék moziba, menjünk. És úgy emlékszem, az egyik ilyen legfontosabb film az az Országúton volt, amit együtt láttunk. De hát akkor azért már nem kislány voltál. De még viszonylag kislány voltam. És értetted is a filmet? Aztán később is megnéztem, és nem ugyanúgy értettem, mint 12 éves koromban, vagy 11 éves koromban. Tehát
ezek minden változik, ahogy az ember, de ezt én tapasztalom a koncertjeimen is, és a verseken is, amelyeket keresek, és azokon a meséken is, történeteken is, amiket én megpróbálok a gyerekekhez eljuttatni, mert nagyon mást látnak a gyerekek 5 éves korban, és mást látnak 10 éves korban, és mást látnak 30 éves korban. Ezért erről tanulmányt tudnál írni, mert a fiad és a 3 unokádon keresztül most már sok generációt éltél meg, hát a sajátodról persze nem is beszélve, hogy változik a generációról generációra, és azt gondolom, hogy sokkal intenzívebben, mint ahogy mi változtunk az anyáink, nagyanyáinkhoz képest. Tehát itt pont a technika miatt egy olyan robbanás van, ami követhetetlen. Hát sokkal gyorsabb, mint a mi gyerekkorunkban volt. Én csak arra emlékszem, hogy a nagymamámnál a rádió nagyon nagy tiszteletben állt, mert azt mondták, hogy itt lehet hallani, és hozzá ne nyújj, mert itt jönnek a hírek. És utána eltelt egy kis idő, és jött a televízió. Hát a nagymamám az ámult és bámult. Szóval a televízió volt a nagy csoda. És aztán a későbbiekben, hát mi meg belekerültünk abba a digitális világba, amit mi nem tanultunk. És amit sokan közülünk, én is köztük vagyok, nagyon-nagyon nehezen élünk meg. Hát szerintem nem is biztos, hogy meg akarjuk élni, tehát ez annyi, legalábbis én sok mindent tudok, de például azt mondom, most mondom az Instagramot, hogy már nincs kedvem oda felmenni. Okay. Tehát pont elég, ami már eljut, mert valamit azért kell róla tudni, de hogy mondod a rádiót és a tévét, látod, nekem a filmek jutnak eszembe, mert a filmekből láttam, hogy mondjuk egy háború meg egy 56 idején összegyűltek az emberek, és a fülük ott volt a rádión, és a Szabad Európát hallották, igen, és jöttek, igen, a hírek, vagy egy teljes ház összegyűlt egy lakásban, mert csak televízió, egy vagy két embernek volt televízió, és együtt néztük. És arra emlékszem, hogy veszekedések voltak, mert az öregek süketek voltak, nem hallottak, belebeszéltek, mi gyerekek utáltuk, hogy belebeszélnek, tehát olyan pezsgő élet volt ott a körfolyosos bérházakban, amit imádtunk. És össze is hozta az embereket, a szomszédok, akik addig nem nagyon voltak jóba egymást, vagy nem ismerték úgy egymást, azok közelebbről meg. Sokszor hoztak, hogy ezt sütöttem, és sütemények hoztak egymásnak, akik éppen sütöttek valamit, igen, erre én. Hát te is úgy nőttél föl, hogy ilyen egy udvaron, nem olyan sok-sok házikó volt, vagy lakás volt. Igen, úgy nem úgy nőttem fel, de 9 éves koromig úgy éltem. És volt két lakás, az egyikben apám nővére és az ő családja lakott, ők is 3 voltak, meg mi is 3 voltunk, és a másik házban pedig a nagymamáik laktak, a nagymama, meg a nagypapa, az apai nagyszüleim. És ott mindig volt valaki, és azért annál szebb, hogyha mindig van valaki, aki játszik, törődik, gondolkozik az emberrel, egy gyerekkel, és úgy éreztem mindig, hogy engem mindenki szeret, és mindenkinek én vagyok a legfontosabb, és az történik, amit én szeretnék. Nem biztos, voltak, hogy is volt, hát ott egy pici csöpség, igen, mert nem, is ne nem, szeretném mindenki. Nem voltak különösebb vágyaim, de amit szerettem volna, hogy emlékszem ilyen pillanatokra, hogy a nagymama sütött valami húst, és én játszottam az udvaron, és kihozott nekem a szavtal megkent zsíros kenyeret, vagy nem tudom, a hagymával, a hagymának a zöld részét, ami már akkor, amikor elkezdett, a hagyma úgy elkezd kicsírásodni, vagy igen. A csírág, az ebből a zöld csírágból tett rá nekem, és az olyan finom volt, meg ilyesmi. Ezért mondják azt manapság, hogy nagyon nehéz ma az anyasság, mert hazamegy egy férj feleség a pici babával, 1-2 hétig a papa otthon segít, és utána az anya egyedül marad. Na most a te idődben, ott a te kis udvarodon, ez egy közösségi dolog volt egy gyereket felnevelni, tehát nem egyedül volt egy anyuka, igen, az örömmel, a nehézséggel. Körülbelül, de hát igen, a nagybátyám, az pedig mindig apám öccse, az pedig mindig büntetett engem meg az unokaöcsémet, aki már 3 évvel fiatalabb volt nám, és hogyha valami rosszat csinálkozott, akkor leültetett, és elénk ült, és verseket mondott. Ez volt a büntetés? Hát megbolondultunk. Igen, már minden versét ismertünk, de jó verseket mondott, szóval nem csak úgy, nagyon jó klasszikus magyar verseket. Ő volt francia hadifogságban? Igen, ez a nagy bátyád? Igen. Úgyhogy nagyon meg könyörögtünk, hogy most már tudjuk, most már engedjen el, most már nagyon jók vagyunk. De te megszeretted azért a verseket, tehát az indulás nem volt rossz, hogyha versekkel büntetett. Hát igen, de nem pont ettől szerettem meg a verseket, hanem
Hát kaptam egy verset az iskolában, amit el kellett mondani évvégén, amikor minden szülő bejöhetett az utolsó napon, és megmutatta nekik a mi osztályunk, hogy mit tanultunk, és mindenki mást mutatott, ki miből volt jó, és ugye mi kaptuk az Almási Évával, akivel egy osztályba jártam, mi kaptuk a verseket. Olyan nagy sikerünk volt. Melyik verset emlékszel még rá? Persze, hogy nem. Mi volt az? Hát ketten kaptuk, én nem éppen egy gyerekverset kaptam, mert József Attila Mama című versét kaptam, de arra is emlékszem, hogy az anyukám segített nekem azt elmagyarázni, hogy ez tulajdonképpen miről szól, de arra nem adott instrukciót, hogy hogy mondjam el, azt rám bízta. És én arra azt tudom csak mondani, hogy rendező még ilyen jó instrukciókat nem adott, mint a mamám dacára annak, hogy azt nem mondta, hogy ezt kell hangsúlyozni, azt meg nem, hanem csak elmondta, hogy miről szól igazán, és nekem a szívem megeredt ettől a verstől. Képzeld el, hogy én egyszer az általános iskolában versmondó versenyre készültem, és miután a Polonyi Gyöngyivel raktam együtt, igen? Őt kértem meg, hogy készítsen föl, és József Attila mamáját, mert tényleg? Úgy tűnt, igen, igen, és a Gyöngyi ugyanezeket mondta el nekem, hogy kell ezt érteni, meg szívből érezni ezt a verset, hogy ez egy igen. Jó pofa dolog volt. Aztán, mikor átkerültünk egy másik iskolába, ott meg izgatott engem, hogy fogják itt észrevenni, hogy én vagyok a versmondó, de mit tesz Isten? Ott is egy jó magyar tanárhoz kerültem, aki másnap már velem mondatta és olvastatta fel azokat, amit fel kellett olvasni, vagy el kellett mondani. Látod, eszembe jut most a tanárok sztrájkja, hogy mennyit számít egy jó tanár. Tehát neked volt jó két magyar tanárod, talán ez indított el arra, hogy verseket mondj, és talán még, hogy színésznő is legyél. És hogy letörni a jó tanárokat, és elvenni a gyerekektől, egy egész más úton indulhatnak el, vagy buktatók vannak az életükben így. Nagyon fontos a tanárok figyelme, mert a szülők, szóval a figyelem a legfontosabb, minden gyerek születik valamilyen tehetséggel, nem biztos, hogy művészi tehetséggel, lehet, hogy csak jól reszel körmöt, vagy nem tudom, mit csinálsz, jó asztalos lesz belőle, mert érdekli ez vagy az, de az, hogyha nem figyelnek a gyerekre, akkor lehet, hogy a zsenik is elvesznek. Mondjuk a legtöbb igazi nagy tehetség, hogyha nincs olyan nagyon-nagyon hátsó és veszett helyzetben, azért valahogy rátalál egy útra. De mondjuk a legtöbbje azért mégsem, és elveszik. És te soha nem bizonytalanodtál el, hogy van-e tehetséged a színészethez? Mondjuk, amikor volt idő, és ezt tudom, hogy volt idő, amikor lényegesen kevesebb munkát kaptál a színházban, mint amit szerettél volna, vagy amit mi nézők szerettünk volna. Akkor nem fordult meg a fejedben, hogy ez most kinek a hibája? Hát megmondom őszintén, miután nekem előtte már voltak komoly sikereim, és éreztem a nézők biztatását, tehát nem tudok mit mondani, nekem csak hiányzott, hogy valami rossz a kapcsolat rendszeremben. Azért nem játszom, de nem nagyon izgatott, mert abban az időben kezdtem én el koncertezni, és kezdtem a gyerekekkel találkozni, ami egy merőben más közönség, mint amilyen a felnőtt közönség. Azt megismerni, megszokni, és megtanulni azt, hogy kell velük közösséget teremteni, és hogy kell azt elérni, hogy a gyerek figyeljen, és ne unja magát. Ma már nincsenek ilyen gyerekközönségeim, mert egy idő óta családoknak énekelek. Hát, na hát az a felnőttek is már a Halász Judit féle közönség volt, gondolom. Hát azért, a mai anyák, sőt már majdnem a nagymamák is. Hát, mert egy 50 azért, éves nyugodtan igen, lehet igen. Nagymama, aki a te gyerekközönséged persze, volt. Persze, hát a fiam is annyi idős. Igen. Szóval így van, de én azt megtanultam velük, megtanultam azt, hogy ők másképp viselkednek. Megtanultam, hogy az nem baj, sőt, megtanultam, hogy náluk mi a siker, és náluk mi az, amit változtatni kell, de nem nekik, hanem nekem. Megtanultam szerkeszteni előadásokat. Mit nem szeretnek például a mai gyerekek? Hogy mit nem szeretnek? Igen. Hú, hát sok minden sok nem minden. Szeretnek. Tehát igen. Ami régen működött, az ma már nem biztos. Nem ilyen, én nem ilyesmire gondolok, hanem például jön az anyuka, és elmondja, hogy az ő kisfia, vagy a kislánya
milyen dalokat szeret, és mi a kedvence. Na most, hogyha ezeket megpróbálom elénekelni a koncerten, akkor a többi gyerek elalszik. Mert a gyerekek, amelyek dalokról az anyuka beszél, azok általában esti dalok, altató dalok. Azt nem szabad, nem lehet elénekelni. Nagyon sajnálok néhány dalt, mert olyan szívesen elénekelném a Cipőnek a Tóth Kriszta versére írt altatóját például, ami gyakorlatilag nem egy altató, de egy gyönyörű dal. És azt soha nem mertem elénekelni. Hát mikor az utolsó dalnak, búcsú dalnak, aztán vigyék haza a szülők a gyereket, nem lehet. Az speciál nem lehet, mert az ugyan altatónak van címezve, de az az elmúlásról szól. És azért azt nem lehet koncerten eljelkelni. Vajon a gyerekek tisztában vannak az elmúlással, hogy mit jelent? Nem hiszem, mert ma nem divat ezt a gyerekeknek elmondani, vagy megmagyarázni. Nem, hogy ma nem divat, nálunk Magyarországon nem szokták a gyerekeket ebbe beavatni. Ransburg Jenőnek volt egy fantasztikus verses kötete, ami nagyon-nagyon jó versek voltak, de tökéletesen fette az ő funkcióját az országban, a világban, a saját mesterségében és a tudásában. Tehát mindenről lehetett tudni, mert olyan dolgokat tudott a gyerekekről, amiket más nem, és azokat fogalmazta meg versben, de nagyszerűen. Amikor mondjuk a te nagymamád meghalt, nem tudom hány éves voltál, ezt veled hogy közölték, vagy hogy mesélték el a szüleid? Akkor már nagy voltam. Nagy voltál? Igen, akkor már elég nagy voltam. Igen, az egyik nagymamám, amikor meghalt, akkor voltam 14 éves, a másik pedig már 30-valahány. Akkor szerencséd van viszont, igen, mert sokáig veled, igen, volt a teljes családod. Igen, mert ez nehéz azért nálunk, megint csak a gyerekek, hogy hát tudod, hogy fönt van az égben, és onnan figyel. Igen. És akkor állandóan ilyen beszélgetésben van, hogy vajon mit figyel, vagy hogy figyel. Meg nem lehet azt mondani, hogy beteg volt, és azért halt meg, mert abban a pillanatban, amikor a gyerek beteg lesz otthon, megijed, hogy akkor ő is meg fog halni. Nálunk például otthon csak az öregek halnak meg, akik már nagyon-nagyon öregek. A Ransburg verse speciál pont erről szól, hogy anya azt mondta, hogy a nagypapa elment. De hova ment? És én tudom, hogy nem ment el, és rossz vagyok ezért az óvodában, mert tudom, hogy a nagypapa nem elment, hanem meghalt, de hogyha visszajön, akkor majd elmondom neki, hogy engem becsaptak. Ezt nem ismerem, ezt a Ransburg verses kötetet. Nagyon szép. Van ebből dalod? Hát én az altató előtt mondja el egy kislány, hát ez egy nagyon nevetséges dolog, ez a kislány, ez az Örkény Színház egyik dramaturgja lett azóta, de hát akkor nagyon kicsi volt még, és egy fiúvers tulajdonképpen, de akkor még 10 éves se volt, amikor megkértem, hogy mondja el, mert nagyon tehetséges volt, nagyon szépen mondta el. És nem az egész verset mondta el, csak egy szakaszát. Hogy kerültél a versek és a gyerekek közelébe? Mert azért te, hát eleinte nem, de azért egy drámai színésznő is voltál, vagy. És ez egy teljesen másik dolog. Igen, ez egy egész más dolog. A gyerekek az meglepetés volt nekem. Én nem tudtam, hogy nekem van képességem ahhoz, hogy a gyerekekkel szót értsek. Ezt a gyerekek mondták meg nekem, de nem szóval mondták, hanem viselkedéssel. Tehát úgy én felfedeztem, hogy tudok nekik szólni, és ők válaszolnak nekem. Sőt, sokan a legnagyobb titkaikat is elmesélik nekem, pedig tudják, hogy én nem tudom megváltoztatni. És mégis elmesélik, megsúgják, elmondják. És ez egy olyan képesség volt, amit én magam csodálkoztam a legjobban, mert az első lemezemet azt nem kifejezetten gyerekeknek csináltuk, hanem a Ródi szerkesztette, és én azt mondtam, hogy egy lemezt csinálok, hát ez most legyen benne a gyerekkorom, és aztán úgy fölfelé, amiket én szerettem gyerekkoromban, szerettem a Hová Mészte Kisnyulacska, meg a Süsfelnap, az jelentett nekem valamit. A későbbiek folyamán pedig nagyon szerettem a Csodálatos Mérit, a Mici Mackót, és
És ezekből születtek aztán a dalok, de aztán volt benne olyan dal, amit a Brody írt, az nem gyerekeknek való, amit Babits Mihály írt, az nem gyerekeknek való, Juhász Gyula, Mese volt a címe a versnek, de egyáltalán nem gyerekeknek való, de aztán valahogy mégis gyerekeknek vették a lemezt, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor a következőt csináljuk gyerekeknek, és a másodikat azt már gyerekeknek csináltuk, és a második után elkezdtem koncertezni, és milyen nagyon, jó, hogy elkezdtél, nagyon féltem, nagyon, és amikor az első gyerek közönséggel találkoztam, már utáltam, hogy ilyen hülyeségbe belementem, ezek itt zajonganak, és jönnek, mennek, ugrálnak, és a következő két előadás volt akkor ebből az elsőből, és rögtön felgyújtottam a villanyt, és akkor láttam, hogy te jó ég, hát ezek nem rosszalkodnak, énekelnek velem, és azt éneklik, amit én éneklek, és ez annyira megtetszett nekem, hogy elkezdtük figyelni egymást. Én őket, ők engem, és lassan-lassan én megtanultam őket, és megtanultam azt, hogy egy-egy gyerek más, ha másként viselkedik, akkor nem nekem akar ellent mondani, hanem magát akarja kiemelni. Mert nyilván vele nem foglalkoznak annyit, és nagyon sok mindent megtanultam a gyerekektől, amiből aztán következtetéseket vontam le, és úgy állítottam össze a műsoraimat. És aztán sok mindent olvastam olyan pszichológustól, mint a Ransburg is, és azt hiszem, hogy igazolva láttam a tapasztalataimat. Neked ez segített a saját gyereked nevelésében, hogy vagy ez már később volt a gyerek? Nem volt annyira később, mert az első lemezem megjelenésekor az én fiam 2 éves volt, vagy 3. Mert nagyon nagy volt a merítés a gyerekekből, tehát láttad, hogy viselkednek, hogy reagálnak, hogy te milyen vagy velük, milyen a kapcsolatrendszeretek. Igen, de ez is nyilván segített, de az elsődleges segítség az mégiscsak a közönség volt, azt mégis a közönség adta, mert ott mást adtam nekik, mint amit otthon. De azt is meg kell mondanom, hogyha én megpróbáltam volna ott eljátszani azt, hogy én egy aranyos tündér vagyok, aki hozok nektek szép dalokat és szép verseket, akkor utáltak volna. Ez érdekes, amit mondasz, mert hát én is a nagyfiammal 7 éves, vele jártam még Halász Juditra, és volt mindig egy olyan kérdés bennem, hogy vajon Halász Judit szereti a gyerekeket? Mert nem ez a cuki baba voltál. Hát hanem, mert az lettem volna, akkor utáltak volna. Akkor hamis lett volna. Igen, igen. És a gyerek az biztos, hogy azt megérzi. És az első, aki megérzi azt, hogy ez nem igaz. Igen, például volt olyan élményem, hogy úgy leszóltál, hogy mit mondasz, mit mond? Tehát teljesen felnőttként társalogtál vele, ha hallottál valami hangot a nézőtéről, tehát nem gügyörésztél ott nekik. Hát mert a gyerek az ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, csak még kevesebb a tudása, meg a tapasztalata, és nem szereti, hogyha hülyének nézik, szóval. Igen. Ennyi a titok. És én megpróbáltam úgy beszélni velük, mint ahogy otthon is a fiammal beszélek, és a fiammal. Én egy dologtól féltem később, a kamaszoktól. De már nem a koncertre, mert a koncertekre kamaszok már nem jönnek. Aztán... Én egyszer elvittem a kamaszunokámat, és nem akart jönni, tehát Halász Judkára jönni kell. A második sorban ült, és tüntetőlegesen végig a másfél órát hátat fordított nekem és a színpadnak, és akkor mondtam, hogy kamasszal nem próbálkozunk. Nem is lehet. És aztán elmúlik a kamaszkor, és visszajönnek. Igen. Ez érdekes. Várj, és akkor beleszóltam, hogy itt volt a fiaddal valami, hogy a kamaszok, igen, nem? Mert amikor a fiam is kamaszodni kezdett, akkor megismertem a kamaszgyere, azokat a gyerekeket, akik a tinédzserkornak abba a részébe, abba a periódusába jutnak, amikor már úgy kezdenek, és úgy gondolják, hogy az, amit hallgatott 5 éves korában, az egy olyan kicsi, kisgyereknek való, és kikérem magamnak, mert én egész másokat, és egész más zenéket, egész más ritmusokat, verseket. Versek az nem is érdek, mi az, hogy vers. És amíg újra az ember megtanítja azt, hogy mert én azért kezdtem el verseket énekelni, és a Brody is nagyon jó verseket írt, azért kezdtem el verseket énekelni, noha nem volt egy gyereke sem, még igen, akkor. És azért kezdtem el verseket énekelni, mert úgy gondoltam, hogy a magyar irodalom legszebb része az a költészet.
és azt igazából csak mi értjük, mert azt amit megírt Adi vagy József Attila, azt nem lehet úgy lefordítani, hogy ugyanazt az érzést és ugyanazt a jelentést adja annak, aki a lefordított verset olvassa. És ezért azt gondoltam, hogy nekünk azt jó, ha megismerjük, mert rengeteget adnak, rengeteget kapunk belőle, rengeteg élményt, gondolatot, és azt is megtapasztaltam az idők folyamán, hogy az a gondolat, amit a Petőfi leír, sajnos ma is érvényes. És amit a Pál utcai fiúk szerzője, nem a Pál utcai fiúkban, hanem más publicisztikában, vagy bármiben, amit leírt Molnár Ferenc, az ma is érvényes, 100 évvel ezelőtt írta. Ezért voltak nagy írok, meg nagy költők, mert 100 év múlva is előveszed, és ugyanazt mondja, mint... Azért voltak ők nagy költők és nagy írók, és ezért vagyunk mi szomorúak. Ezért vagyunk mi szomorúak, mert ma is érvényesek ma is azok érvényes. A problémák, amelyek nekik is problémák voltak. És hát ettől, és én azt szerettem volna, hogy a gyerekek ismerjék és szeressék a magyar irodalomnak a költészet részét. És kerestem olyan verseket, de azt észrevettem rögtön, hogy az, hogy szép az ősz, mert sárgulnak a levelek, és hullanak, és milyen gyönyörű a világ, az unja ők, azt unják. Tehát kellett valami olyat találnom, és nem külföldit, mert akkor ilyen jogdíj problémák vetődtek fel, már a Mici Mackónál is valami volt, azt hiszem, de ezt a Brody intézte, hogy nem tudom pontosan mi, de magyar verseket kerestem, és magyar kortársakat. És hát nagyszerű költőkkel találkoztam, és nagyszerű versekkel. Egyébként én, hogyha mondjuk ilyen zsűri lennék, vagy a Színművészeti Egyetemnek felvételi bizottságában benne ülnék, és mondjuk jelentkezne egy diák, hogy színész akar lenni, akkor mondjuk mondanám, hogy mondjon egy verset, ahogy kell, és hogyha a zsűriben mondjuk 10 ember úgy a levegő megállnak, azt gondolnám, hogy ez jó színész lesz, vagy jó énekes lesz. Tehát, hogy azt érezni, amit például érzek a színházban is, hogy lehet, hogy a nevét se tudom egy fiatal színésznek még, de valahogy, hogy mindenki felkapja a tekintetét, hogy van egy olyan kisugárzása, ami sokat mond. Hát ez evidencia. Ez evidencia. Ez evidencia, ez így van. Szóval ezt én mindig idézem, már szégyellem is kimondani a Peter Brookot, meg a Várkonyit, akit tulajdonképpen ugyanazt a kettőt mondták, ugyanazt az egyet mondták, bocsánat. Kétféleképpen. Csak kétféleképpen, így van. Hogy bejön két ember, mondjuk nem tudom szó szerint idézni most a Brookot, de hogy bejön egy ember a színpadra, megáll, kimegy, és semmi... És nem mond egy szót sem? Nem mond egy szót, és nem, jó, végre kiment. És bejön egy másik, az sem mond egy szót se, csak megáll, és utána kimegy, de eltátod a szád, és nem tud róla levetni a szemedet, és olyan izgalmas, és olyan érdekes. Csak azzal érdemes foglalkozni. Hát az tehetség. Igen, az a tehetség. Az tehetség. És a Várkonyi meg azt mondta, hogy a színész legfőbb tulajdonsága az, hogy a jelenlét tulajdonsága, hogy jelen tudjon lenni. Mert ha bent van a színpadon, de nincs jelen, akkor az nem érdekel engem. Egyébként én tapasztaltam ezt kollégákkal, fiatal kollégákkal, akik van egy kollega, most nem akarom megnevezni, mert hogy másokat nem nevezek meg, de van egy fiatal kolléganő, 40-es, akit amikor először megláttam, nálunk eljött és beugrott valaki helyett egy darabba, és néztem, és mondtam, hogy hát ez most miért megy ki? Ezt szeretném látni, hát ez jöjjön vissza. És aztán azóta bebizonyosodott, hogy jól láttam, mert nagyon-nagyon jó színésznő lett ez. És nem szabad a nevét tudni? Legalább, ha dicsérünk valakit, ha tudjuk. Ha szídjuk, akkor nem. Ez a Kovács Patricia. Most újból ott van a Vix színházban, azt tudom. Most újból ott van. Vajon a tehetségtelen színésznek, mert az is van azért a színpadon, megmondja valaki, hogy ez nem annyira jó, hogy kérne egy másik pályát választanod, vagy hát, döntsék el a nézők? Nem,
Nem, azt nem mondják. Nem mondják meg, csak hát az ki meri megmondani, hogy nem vagy, te nem vagy jó, menj le a pályára. Sokat segítenének neki, hát hogy igen, még időben. Igen. Időben. De nem is hinné el, mert az az igazság, hogy én amíg egy rövid ismertem olyan színészeket, akiknek nagyon régóta nem ment a pálya, és nagyon rég nem sikerült előbbre jutniuk. És meg lett volna az indok, hogy keressen valamit, amiben biztos van valami, amiben értelme van az életének. De ő mindig várta, hogy majd most jön egy másik rendező, és egy másik vezetés, és egy másik színházba megy, és mindig más volt a hibás. Igen. És az, hogy valaki színész, az egy olyan belső erő, amiről nem tud lemondani? Mondjuk nekem én más mondok, volt olyan középiskolai osztálytársam, aki orvos akart lenni, és ami 8-szor felvételizett, soha nem vették fel, és tanár lett a végén. De az is egy belső erő volt, mert a család orvos volt. Tehát a színészet is egy olyan erő, hogy semmi más nem tud elképzelni. Hát nem tudom. Volt olyan időszak, amikor azt láttam, hogy a végzős növendékek azok mindenféle másba is megpróbálnak több lábon is állni, hogyha itt nem megy, akkor majd ott folytat, vagy azt is igénybe veszem, de aztán ez mintha megszűnt volna. De most nagyon nehéz a színészeknek. Most, hogy bezárnak színházak, most, hogy nagyon-nagyon más a helyzet. És ez naponta változik, vagy hetente változik, nem tudom. Hát és még nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát erre szoktam mondani, hogy az első rezsiszámlák még most kezdenek majd jönni, hogy a családok hogy élik ezt túl. Hát igen, még, és hát a színházak, hát itt micsoda, néha bemegyek egy épületbe, és látod, bejövök ide, én nem voltam egy nagyon spórolós fajta, de már mindenhol kapcsolom le a lámpákat, otthon is, igen, itt is, igen. Amerre megyek, igen. Mert egy sokkal tudatosabb ember. Még csak nem is a villannyal kell annyira a spórolni, hanem mi még meg se kaptuk a gázszámlát, úgyhogy én még nem szólok. És elkezdtetek spórolni a gázzal? Persze, és megpróbáljuk, igen. Tehát jobban felöltöztök, és... Hát igen. Igen. Hát ezt meg kell tanulnunk, és lehet, hogy mindenkinek meg kell tanulnia, mint hogy bizonyos ökoszisztémákat is meg kell tanulnunk, mert nagyon-nagyon rosszul bánunk a földdel. Hát és ez megbosszulja magát. És ez bárkivel, bármivel rosszul bánunk. Kicsit visszatérve a születésnapodra, mert ahogy mondtam, ünnepség volt, sőt, egy fotókiállítás is van a Víg Színházban. Mit érzel te ebből a 80-ból? Hát ez egyszerűen nem értem. Ez nem érted, olyan, ugye? Olyan nagy szám ez, hogy hű, a 80, hát az már. Az. És hát nem igazán, hála Istennek nem igazán érzem. Hát Isten, halljuk fával is. Lentről. És ez is egy, hogy is mondjam, ez is egy gondolat, amiben én hiszek, hogy addig, amíg az ember érdeklődése és kíváncsisága nem csappan, addig mindegy, hogy hány éves, vagy nem az évszámok határozzák meg a létet. Olvastam egy interjút veled, én felháborodtam az újságírói kérdésen, úgy szólt az utolsó kérdés, hogy vannak még tervei? Szóval ez olyan, hogy na, ennek a nőnek annyi. Hát igen, de tudod, azért az az igazság. De 20 éves volt az újságíró. Igen, de az az igazság, hogy amíg az ember 20 éves, meg 30 éves, addig úgy megpróbálja eltervezni, hogy mi az, amihez szeretne eljutni, és mi az, amit szeretne csinálni, mit kell, és hogy kellene csinálni azt, hogy eljusson oda, hová szeretne. De amikor ezt a nagy számot már kimondják, akkor az ember inkább csak azon gondolkozik, hogy ez a mai napom, ez úgy sikerül. Ne lépjek rá egy kavicsra, és ne törjön ki a bokámat. Szóval már olyan távolban néző terveink nincsenek. Mondjuk sajnálom, hogyha vannak terveink, és azt nem sikerül megcsinálni, de azt régen is sajnáltam. Én azt sajnálom, és ez egy múlt, hogy az audiencia az nem megy, pedig ennél aktuálisabb idő, hogy meghalt második Erzsébet királynő, igen. És te voltál második, igen. Erzsébet, igen. Királynő,
hogy ezt most gyorsan oda kéne tenni újból a színpadra. Igen, ezt én is sajnálom, de tudod, ugyanaz az író írta, aki azt a sorozatot, ami ment a neten, és a Netflixen, és ugyanaz az író írta, aki a Queen-t, aki a filmet írta. És ő nagyon sokat tud, és nyilván már hátba verték volna, hogyha nem pontosak az információi, hogyha valami hazugságot fedeztek volna fel, mondjuk a királyi család, vagy a környezete, aki erre figyel. De amikor én néztem a sorozat, nem néztem végig, de amit láttam a sorozatból, rengeteg olyan mondatot felfedeztem, ami azonos volt az audiencia mondataival. De szeretted is játszani, ezt igen, tudom. Igen, szerettem, nagyon. És én sajnálom, hogy levettük a műsorról, de az a helyzet, hogy a Pesti Színházban olyan sok előadás van, olyan sok színdarab, darab van, hogy van a legnagyobb sikereket is csak egyszer játsszuk, meg kétszer, meg maximum háromszor, kivéve a Dzsungel könyvét, mert az megy hatszor, és egy hónapban akármit csinálunk. Az. Igen, és az nagyon-nagyon nagyon megy. Visszatérve a 80 évre, hogy neked volt gyerekkorodban 80 éves ismerősöd? Hát, az nem már, nagyon, az ugye? Már nem nagyon, meg nem sajnáltuk, hogy szegély. Igen, hát körülbelül így tehát, néz hogy ki. Az ember nem gondolja, így hogy... Így néz ki a világ, igen. De hogyha az ember még nagyon szeretne valamit megcsinálni, akkor nem számít, hogyha van hozzá ereje, gondolata és képessége, akkor én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha megcsinálná, és amikor megcsinálná. Beteg voltál, és súlyos beteg, akkor mit gondoltál, hogy itt a vége, vagy akkor is még voltak terveid? Nem gondoltam, hogy itt a vége. Egyáltalán nem gondoltam, hogy itt a vége, mert én hittem azoknak az orvosoknak, akik azt mondták nekem, hogy meg lehet gyógyulni. Csak ezt kell csinálni, ami szörnyű volt mindegyik, ez. De végigcsináltam, és meg kellett csinálni, és az orvosok szerencsém volt, mert olyan orvosokhoz kerültem, Dang Magdolna, Nemeshánszky Elemi, és aki Dang Magdolnához elvitt, nagyszerűek voltak mi. A Kulka Janina, aki a Kulka Jánosnak a igen. Teljesen, amikor mondjuk egy bemutatód van, akkor az első két sorban ott ülnek az orvosok, meghívod ne, őket, nem? Nem mindig, de megszoktam, de nem az első két sor, ilyen rosszat azért nem akarok. De én hittem abban, hogy meg lehet gyógyulni, és mindent végigcsináltam, és nagyon sok kedves ismeretlen ismerős küldött nekem olyan ötleteket és olyan dolgokat, amiről ő igazoltnak látta, hogy attól meg lehet gyógyulni, és hogy ezt csináljam, meg azt csináljam, és azt mindig elvittem az orvosokhoz, és mutattam, hogy ezt ajánlják, és azt mondta, hogy ez biztos nagyon jó, de előbb csináljuk végig a terápiát, és hogyha azután még szükség van rá, akkor megcsináljuk. És hála Istennek nem volt rá szükség. Azóta is jársz, még kell járnod kontrollra, vagy hát már persze, minden amúgy? Persze, nem. Már a máj betegségemmel már nem kell, mert 17 év múlva, mikor én megbetegedtem, 17 év múlva felfedezték a gyógyszert ellen, mert addig nem volt. Ez borzasztó betegség volt, annak a terápiája is szörnyű volt, de amikor kontrollra elmész, minden évben járok, persze évente. És tudtál dolgozni, amikor beteg voltál? Mondjuk pici időt leszámítva végig dolgoztál? Hát igen, amikor ezt a májkúrát kaptam, vagy a májterápiát kaptam, akkor nem tudtam dolgozni, mert hétfőn kellett szúrnom magam, és kett szerdán nagyon vacakul voltam, és depressziós is voltam, csütörtökön már tudtam dolgozni, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, akkor dolgoztam. De akkor elkezdődött az onkológiai terápia, és együtt, és hát vacakoltam. De látod, az, hogy évente karban tartanak, felügyelnek, ez is lehet egy hosszú élettitka, hogy te nem tudod elhanyagolni magad, hogy jaj, nincs kedvem orvoshoz menni, mert menni kell. Hát, de mindenkinek kéne menni, csak azért mesélem el, hogy én megyek, mert mindenkinek egyébként menni. Egyébként a bőrcsökön Enikő mondta mindig, hogy adjunk vesét, adjunk szerveket, mert aki donor, az állandó orvosi felügyelet alatt van, és hogy az biztos, hogy a hosszú élet, részben a hosszú élet titka lehet, hogy
hogy figyelnek ránk rájuk. Igen, hát a bőcsének nem volt olyan szerencséje. Neki sajnos nem. Nagyon szépen köszönöm Halász Juditnak, elszaladt az idő. Isten éltessen sokáig, és sok-sok darabot, koncertet láttam, hogy már karácsony előtt tele lesz a gyerekkoncertekkel, tehát újból ott leszünk a kicsikkel, én is ott leszek nézőnek, és figyelünk. Köszönöm szépen, még csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy most vasárnap jelenik meg. Azt a Merész címet adtam neki, az első 10 év dalaiból egy best of lemez, és azt a címet adtam neki, hogy Miénk a világ. Ez egyébként így van. Örülök, hogy itt voltál, és Miénk a világ.